Taram! Csak bocsánat, a monitort néztem, a nézőktől kérek elnézést, mert oldalra néztem, hogy látszik-e a vendégünk. A 18. kerület polgármestere Stanislo Sándor. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Letagadhatatlan a hasonlóság tényleg. Amúgy igen. Amúgy nem mondta még rajtunk kívül senki? Így még nem fogadtak tévi stúdióban. Nem igazán, de köszönöm szépen. Igazán megtiszteltetés. A nyakkendő sajnos hiányzik, úgyhogy most úgy érzem, hogy nem öltöztem fel kellőképpen. Nem baj, most helyzet van sajnos. Tudjuk azt, hogy például hazaengedték a kórházból azt a holland férfit, akinél koronavírus gyanúja merült fel az önkerületében, és ön tartotta vele személyesen a kapcsolatot. Azt is mondta, hogy nem kapott hivatalos tájékoztatást, mármint az egészségügyi intézménytől? Innen lehet látni, ez kicsiben mutatja, hogy mennyire magára vannak hagyva a önkormányzatok ebben a krízis helyzetben, ami néhány nap óta életbe lépett. Azt kell tudni, hogy valóban ő az az úriember, aki hazasétált a szakrendelőből, mielőtt elvihették volna a karanténba. Az ő leletei most már otthon vannak valóban negatívak, de például az önkormányzat, akár én, mint polgármester, semmilyen tájékoztatást erről nem kaptunk. Úgy sikerült ezt megtudni, hogy egyrészt a holland úriember elmondta, hogy otthon van, tehát megerősítette ezt a hírt. Másrészt a házi orvosa meg tudta nézni a törvényes ugye, informatikai rendszeren belül, hogy valóban az ő lelete negatív, de semmiféle kommunikáció nincsen az önkormányzatokkal. És ez nagy gond, hiszen a 18. kerület többek között az ország egyik kapuja, nálunk van a Ferihegyi repülőtér, és azt gondolom, hogy ha tennivaló lenne, nálunk egészen biztosan erre sort kellene keríteni. Mondjon konkrétumot, milyen tennivaló az, ami hiányzik a kormány részéről önök felé? Ugyan, nagyon sok ilyen van. Többek között mi egy héttel ezelőtt láttuk, hogy helyzet van, meghoztuk a saját helyi intézkedéseinket. Lemondtuk elsőként az országban az összes rendezvényt. A mi helyi rendelkezésén kicsit szigorúbbak, hiszen mi 100 fő felettieket mondtunk le. Ugye a kormánynál ez 500 főnél van meghúzva. Lemondtuk az összes diákrendezvényt, lemondtuk azokat az intézményeket, intézmény tevékenységet, amelyek az idősekre vonatkoznak, hiszen ők a legjobban kitett réteg ebben a helyzetben. Viszont azóta sincs érdemi kommunikáció. Mondok néhány konkrét jellegzetességet is, ami probléma. Tegnap előtt elfogyott lényegében, majd legalábbis végefele jár a kézfertőtlenítő a szakrendelőben és a kerületben. A egyik legismertebb országos gyógyszertárakat működtető cég ötszörös áron tett ajánlatot. Úgy tudtuk megúszni, hogy ne kelljen horroráron megvenni, hogy szerencsére a szakrendelőben tudják, hogy milyen összetevőkből áll, és megoldották helyi összetételben a kézfertőtlenítést. Hát kérdezzem meg, nem tudom, hogy erre tud-e válaszolni, mert az ön hatáskör feltétlenül, hogy veszélyhelyzet esetén van-e jog és lehetőség például hatósági árakra bizonyos termékekkel kapcsolatban, nem biztos, hogy indokolt a kérdés. A kormánynak tud ilyen, természetesen a kormánynak van ilyen jogosultsága, de senki másnak nincs. Mondanom kell még egy dolgot szintén egészségügy tekintetében. Két nappal ezelőtt 150-en dolgoznak a egészségügyi helyi STK-ban nálunk, 270 maszk állt rendelkezésre. Mai státusz szerint kaptunk ugyan 1000 darabot, és háziorvosonként kaptak 50-et, de ez a normál sebészi maszk, ami konkrétan csak vizuális. Ez a zöld. Igen, és sajnos a bacik ellen nem ér semmit. Amit a miniszter tegnap félállarcnak nevezett, és amit azonnal utasították, hogy kapjanak azok, akik koronavírussal fertőzöttökkel állnak kapcsolatban, de más nem. Tudom, hogy ugye ott nem volt konkrét utasítás. A központi operatív törzsnek az intézkedése ma reggelre el is lehet menni Zuglóba ezekért a maszkokért, de ez nem az, amire szükség van. Ez a nagy probléma. Polgármester úr, hadd kérdezzük arról, hogy az önkerületében hány általános iskola van? 22, 7800 diákunk van, és körülbelül 3200 óvodás. 11000 a létszám. Igen. Azért kérdezzük ezt, ugye, mert most az iskolák, meg a jegyző, senki nem rendelhet el, ugye ez benne van az új friss kormányrendeletben önhatalmulag, semmilyen szünetet, tanítási szünetet sem, tehát ez ugye meg van tiltva. Ellenben az érdekel, hogy az iskolák, hogyan vannak felszerelve mondjuk akár kézfertőtlenítőkkel,
Tehát, hogy a gyerekek részére ezt biztosították. A Klik szervezi az iskolákét, a bölcsődékre és a óvodákra az önkormányzatnak a feladata. Mi ezt megtettük. Egy olyan kéthetes készletet fel tudtunk halmozni, tehát addig mi azt gondolom, hogy eleget tudunk tenni ezeknek a feladatoknak. És élnek-e azzal a lehetőséggel, hogy bölcsődét, óvodát saját hatáskörben bezárhatnak? Mi ezt egy nagyon... Nem tehetik meg. A bölcsődét, óvodát? Nem arról volt szó, hogy ez az ő döntésük? A helyzet a következő. A törvény szerint értelmeztük tegnap, a törvény szerint a bölcsőde szociális ágazathoz tartozik, tehát minden további nélkül el lehetne rendelni ezt a döntést. Az óvoda határeset ott még a jegyzőnk vizsgálja, hogy belefér vagy nem, de az a lényeg, hogy ez, azt kell mondanom, ez egy muszáj a gyáva szót használnom a kormány részéről, mert széteríti a felelősséget. Itt azt gondolom, hogy egyszerre kell lépni minden gyermekintézmény érdekében, és sajnos, ha megszavaztatnánk most ezt a dolgot, a többség amellett szavazna a magyar lakosságból, csukjuk be a biztonság érdekében. És van még egy probléma, bocsánat, szerkesztő úr. Ugye azt mondják, hogy a gyerekek nem veszélyeztetettek. Annyira nem, de vírus hordozók. Hát akinek iskoláskorú gyereke van, pontosan tudja, hogy vírus góc minden egyes gyermek intézményű. Hazaviszi minimális tünettel, de megfertőzi az idősebb családtagokat minden továbbinek is. Itt van a felelőtlenség, ami így nem maradt. Hát ez a véleményem. Bocsánat, csak a kormányintézkedés apropóján ugye említettem azt, hogy van 12 pont, 12 nagyon fontos intézkedés, csak hogy tisztázzuk, egyértelműek legyünk. Az összehangot idézek. Az összehangolt védekezés érdekében rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben, zárójel iskolákban, óvodákban, zárójel bezárva, az intézményvezető, a jegyző, valamint az oktatási hivatal nem rendelhet el saját hatáskörében. Iskolában nem, de bölcsödében igen. Igen, de óvodában se. Így van. Igen. Óvoda határeset, még egyszer azt állítom. Jó, nem tudom, én csak felolvastam. Köszönjük szépen. Folytatjuk ezt a beszélgetést sajnos. Köszönjük. Hamar, köszönjük. Szépen.